Nagyon kellemes, szép napot nektek! Sziasztok! Köszöntöm a kedves érdeklődőket, az M3 autóparkban vagyunk, és egy Honda Civic-et fogunk megnézni, egy 2006-os darabot, amibe én beültem, és egészen itt az utc mellett fog kiszállni, mert hogy ez egy angol és jobbkormányos autó, amit egy angol családtól ugye, számoltunk be, és most ki is próbáljuk nektek, hát nekem is furcsa volt, de tulajdonképpen simán eljöttem ideig, azt gondoltam, hogy kicsit nehézkesebb ez, de így elsőre is simán így sikerült vezetnem, ugye hát bal kézzel váltogatunk, szerencsére velem van koncertó, és ő tudott nekem segíteni itt a vezetés technikai dolgokban. Egyéb műszaki van még ezen az autón, és ugye az 1.4-es 83 lóerős benzinmotor van a járgányban, közben kinyitom nektek, jó, hogy meg tudjátok nézegetni a motorteret is. Hát tulajdonképpen minden ugyanaz, csak ugye jobb oldalon van. Digitális automata klíma van az autóban, hatsebességes kéziváltó, pohártartó, könyöktámasz, és a digitális klímát ugye fönt látjátok, és a zene is ott jelenik meg fönt, mint látjátok. Egy ilyen kis fehér vonalkás mutatom közelebbről, talán egy jobban látszódik. A kilométer alatt szemben látjuk, hogy milyen sebességgel haladunk, és 150.556 kilométer futású az autónk. Könnyű szervokormány, ami állítható, és ugye ennek az a beceneve ennek, hogy Comfort VSA, ennek az autónak, típusának, azt állta ki fantázia névnek, ugye van benne menet stabilizátor, amit ugye ki tudunk kapcsolni és be tudunk kapcsolni, a műszerfalon pedig megjelenik ugye az ikon. Négy ablak kezelésére alkalmas kis billentyűzet, itt van előttem, ez mind-mind működik benne. Így, és akkor megnézegetjük egy kicsit kívülről, amúgy egy fekete színű járgány, és alufelnikkel van szerelve, és az alufelniken én azt gondolom, hogy jó állapotú téli gumikat szerelt a gazdája. Amúgy női tulajdonos volt, akitől beszámoltuk, ő maga hozta Angliából a járművet, hiszen ott élt kint, és most itt él Magyarországon, és ő ezzel autózgatott itt éveken keresztül. Mutatom a bal felét is a járgánynak. Hátrább B-oszloptól sötétebb az üvegezés. Vannak rajta esztétikai, ilyen kis parkolási sérülések, meg mindenféle ilyen alap kirckarc, ami kell az autókra, ne látszódjanak újnak. Jó az aksi benne, és én szerintem nagyon szépen dolgozik benne az a 1.4-es benzinmotor. Ezeken nem szokott gond venni, sokáig üzemelnek, és tartósak ezek a mocik. A szélvédője egyben van, nincs benne karistolás, itt akarok beszállni. Na ezen kell még változtatni, tehát ez megszokás kérdés, ugye, hogy honnan szállunk be. Innen jobbról fogom megtenni akkor ezt a beszállást. És akkor bekötjük magunkat. Na, hát akkor nézzük, hogy is megy a szerkezetünk. Azt mondja, hogy egyes kézifék, hát ugye is elég furcsa, kicsit balról előre az egyes. Elakadási jelzőt kinyomjuk belőle, és megpróbálok belenézni a tükörbe. Egész izgalmas különben. Pár éve vezetek, de hát érdekes, furcsa. Mondom, biztos meg lehet szokni, a hölgy is itt használta, és ha ő használni tudta, akkor én is tudom használni, meg bárki más. Ugye az ár az jóval olcsóbb, ugye, mint a megszokott balkormányos esetében. Ugye ennek ez az oka, hogy az el kell fogadni és meg kell szokni ezt a típusú közlekedést, hogy én itt ülök a járda szélén. Amúgy könnyeden, finoman szalad a kocsi. Olyan, mint egy jó UFO Civic. Csendes, ilyennek kell lennie, nem kopog a futóműve. És itt az összes sebességet próbálom visszaváltani előre-hátra. Ez pedig egy hatodik sebesség volt, és finoman el is bírja a hatodikat. 53-mal megyünk jelen pillanatban, és könnyedén megy a hatos sebességi fokozatba. Most kicsit odalépünk neki. El is indul, ahogy kell neki indulni.
Én szerintem teljesen jó kis használható kocsi. Nem tudok beállni, nem baj. Úgyhogy elköszönök tőletek. Hát ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen egy jobbkormányos Honda Civic, az itt az M3 autóparkban akkor meg is találta ezt a járművet, lehet nézegetni, ki lehet próbálni persze természetesen, és meg lehet nézni menet közben is, meg műszakilag is meg lehet nézegetni, meg esztétikailag is. Köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek be hozzánk az M3 autóparkba, köszönöm, ha nyomtok egy ilyen kis jelet a videónk végére, és legyen továbbra is szép napotok. Köszönöm szépen, a viszontlátásra, sziasztok, ide kell jönnötök.